A traktor hidraulika rendszerének diagnosztizálására alkalmas eszköz a HD100E, vagy a HD101ES típusú hidroteszter, amely az olaj térfogatára vált hőmérsékletét, valamint az olaj nyomását méri. A HD100E típusú műszer mérés határai a következők. Térfogatáram 0-tól 125 köbdeciméter percenként. A nyomás 400 bárig. A hőmérséklet 120 Celsius fokig mérhető. A tesztelőműszer üzembe helyezése a következő. A hidraulikus gyors csatlakozóval ellátott mérőtömlő segítségével össze kell kapcsolni a műszert a traktor kihelyezett csatlakozóival. A traktor motorjának beindítása után a hidraulika karjának bekapcsolására kerül sor. Ezáltal olaj áramlik a tesztelőbe. A hidraulika rendszerében lévő olajat üzemi, azaz 50 Celsius fokra kell melegíteni úgy, hogy maximum 70-90 bár nyomás jöjjön létre. A tesztelés menete a következő. 20 bár nyomásról indul a mérés. A továbbiakban 20 bár nyomás lépcsőkkel folytatódik. Minden egyes nyomás lépcsőnél le kell olvasni a hozzátartozó térfogatáram értéket. A mérést addig kell folytatni, amíg a térfogatáram nullára csökken. A mérés során a nyomás és térfogatáram összetartozó értékeket táblázatban kell rögzíteni. A táblázatban rögzített nyomás és térfogatáram értékek alapján meghatározható a hidraulika rendszer állapota. Az MTZ hidraulika rendszere 100 bár nyomásig 4 köbdeciméterrel csökkentette térfogatáramát. Ez megfelelő. A nyomás határoló 100 bár fölött nyit, és a maximum nyomás 135 bár. A nyomás határoló beállítási értéke jó. A kombájnok járókerekeit zárt rendszerű hidraulikus hajtómű működteti. Ezek diagnosztizálása a berendezés szétszerelése nélkül megoldható. A diagnosztizálást a mobil teszt elnevezésű mérőműszerrel és a hozzátartozó módszerrel lehet elvégezni. A mobil tesztmérés határai a következők. A szivattyú és a hidromotor fordulata 10-től 5000-ig. A főkörnyomás 600 bárig, a szervókörnyomás 60 bárig mérhető. A hőmérséklet érzékelő mérési tartománya 40-től 60 Celsius fokig terjed. A mobil teszt mérőkészlet üzembe helyezése a következő. A kombájn hidrosztatikus hajtóművének mérése a mérőelemek csatlakoztatásával kezdődik. Mérőpontokra kell csatlakoztatni a főkör nyomásmérőt.
A szivattyú fordulatmérőt a belső égésű motor tengelyére kell felszerelni. Ezután a hidromotor fordulatát mérő kereket csatlakoztatják a járókerékre. Végül a hőmérőt a résolaj cső vezetékére kell csatlakoztatni. Az állóhelyzetű kombájn motorjának beindítása után ellenőrizni kell a fordulatszámot, valamint emelt fordulat mellett a szervó környomását. A mérési adatokat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Ezután kerül sor a menet közbeni diagnosztizálásra. Ennek lényege, hogy a kombájn 6-7 másodpercig körülbelül 30 métert egyenes menetben halad. A műszer ez alatt megméri a szivattyú és a hidromotor 250 bar főkörnyomáshoz tartozó fordulatának különbségét. A mérést háromszor kell ismételni. Ezután kerül sor a mérési eredmények kiértékelésére. A bárban kifejezett P-jelű főkörnyomás, valamint az 1 per minben kifejezett delta N-jelű fordulatszám különbség adatai értékpárokat alkotnak. Az ezekhez az értékekhez tartozó koordinátákat kell a diagramba berajzolni. Attól függően, hogy a diagramban látható, a koordináták meccéspontjánál keletkező M-pont a ferde határegyenestől balra vagy jobbra kerül, dönteni lehet arról, hogy a hidrosztatikus hajtómű felújításra szorul-e. Ha balra esik az M-pont, a hajtómű állapota megfelelő, ha pedig jobbra, akkor a hajtóművet föl kell újítani.